Ezzel a videóval hirdeti magát a Széchenyi István Egyetem, azon belül pedig a Moson-Magyaróvári Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar közösségi oldalán. Természetesen az intézményre is vonatkozik a digitális oktatással kapcsolatos kormányrendelet, így november 11-től az online térben zajlik az egyetemi oktatás. Nem volt nehéz az átállás, a tavaszi tapasztalatok segítettek, hogy zökkenőmentesen történjen az online oktatás bevezetése. Az őszi fél év szorgalmi időszakának mintegy kétharmadában személyes oktatáson vehettek részt a hallgatók, így szerencsésebb a jelenlegi helyzet, mint tavasszal volt. A Moson-Magyaróvári Kar is elindítja majd februárban keresztfél éves mesterképzéseit, összesen 7 szakot, amik közül 5-öt nappali és levelező tagozaton is meghirdettek. Az állattenyésztő mérnöki, az élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki, akkor környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki, illetve a vidékfejlesztési agrármérnöki szakokon lehet tehát nappali és levelező formában is tanulni, viszont a mezőgazdasági biotechnológus és a növényorvos az csak nappali képzési formába kerül meghirdetésre, abból adódóan, hogy ott a személyes jelenlét szükséges az oktatáshoz. A mesterképzésre való jelentkezéshez alapdiplomára, illetve az osztatlan képzésből származó diplomára van szükség, ezek alapján számítják ki a pontokat, majd kerülnek be a hallgatók a képzésekre. Bár a kereszt fél év jelentkezési határideje már lejárt, a remények szerint elegendő jelentkező lesz ahhoz, hogy mind a 7 meghirdetett képzést el tudják indítani Moson-Magyaróváron. Mivel az alapképzésen tanuló hallgatóknak a nagyobb része az most a mostani záróvizsga időszakban fogja befejezni a tanulmányait nagyobb részt, ezért ilyenkor közülük többen kerülnek, vagy hát többen választják, hogy mesterképzésen folytatják a tanulmányaikat. Hát az a tapasztalatunk, hogy így mindegyik képzési formát sikerül elindítani. Az egyetem kara már készülődik a 2021-2022-es tanévre is. Bár a jelenlegi helyzet nem engedi, hogy személyesen fogadják a leendő hallgatókat, december 11-én, pénteken 10 órától online nyílt napot tartanak majd, ahol nem csak az intézménnyel és a képzéssel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, hanem fontos kérdésekre is választ kaphatnak az intézmény közösségi oldalán.